Misi Mókusra, aki születésétől kezdve kilóg társai közül elképesztő kalandok és veszélyek várnak. Elfogják és egy állatkereskedésbe viszik, ahonnan megszökik. Utazik a tengeren, a sivatagon és a dzsungelen keresztül. Telsánszky Józsi Jenő meséjét Peller Károly írta és álmodta színpadra. Zenéjét Nyitrai László szerezte, a dalszövegeket pedig a musicalsztárok fiatal generációját képviselő Cseh Dávid Péter írta. Peller Károly a Budapesti Operett Színház művésze először rendezett Nyíregyházán. A művész úgy véli, nagyon szép előadás született. A színészekből annyi minden plusz jött, ami így hozzátett a darabhoz. A világítás elképesztő, tehát hogy nagyon ritkán látni szerintem magyarországi színpadokon ilyenfajta világítás tervezést, elképesztő látványos a világítás, és hát Szél Tímának a látványa, a díszlet és jelmezés szerintem nagyon különleges. A Misi Mókust alakító Tar Dániel szerint nagyszerű próbafolyamaton vannak túl, és vidám volt a közös munka. A fiatal művész véleménye szerint különleges feladat gyerekközönségnek játszani. Sokszor elkap az, hogy lelke van a dolognak, viszont ahhoz, hogy ez működőképes legyen, itt százon kell pörögni. Ahhoz, hogy a gyerek ezt élvezze, ugyanúgy kell nekem is élvezni az egészet, és tényleg, hogyha nincs pörgetve, nincsen benne ez a mosoly végig, akkor nem ér semmit az egész. A mese főbb szerepei Tar Dániel és Kovács Balázs mellett Horváth Margit, Széles Zita, Horváth László Attila, Urmai Gábor, Szabó Márta, Horváth Réka, Munkácsi Anita és Tari Patricia alakítják. A családi műzikelt a Móri Zsigmond Színház nagy színpadán láthatja majd a közönség. Misi Mókus minden bizonnyal nem csak a gyerekek, hanem a szülők kedvence is lesz majd.